Gajda Robertről, a Fidesz országgyűlési képviselővel beszélgetünk. Robert új képviselője az országgyűlésnek, arra kérem, hogy az elmúlt pár hét tapasztalait összegezze egy pár szóban. Áprilisban megvoltak az országgyűlési választások, felállt az új országgyűlés, lerakta az esküt, és 10 nappal ezelőtt az új kormány is lerakta az esküt. Tehát elmondhatjuk, hogy elkezdődött a munka. Orbán Viktor miniszterelnök urat hallhattuk nemrég a parlamentben felszólalni, ahol azt mondta, hogy az elmúlt 20 évben az országgyűlésnek a tagjaként soha nem tapasztalta azt, hogy ilyen intenzitással, ilyen sok törvény előkészítésével, beterjesztésével kezdte volna a munkát az országgyűlés. Tehát én úgy gondolom, hogy neki ezt el lehet hinni, és egy olyan időszakban tudok országgyűlési képviselő lenni, akkor valóban az emberek akaratát érvényesítve komoly változások elé néz ez az ország, és örülök neki, hogy én ennek a részese lehetek. Az eddigi törvényhozási munkában mi az, amit kiemelne? Nagyon fontos volt, még a kormány megalakulása előtt szimbolikus döntéseket hoztunk, ami nagyon fontos volt az emberek számára, kiemelném a kettős állampolgárságról szóló törvényt, vagy a nemzeti összetartozás törvényét. Én úgy gondolom, hogy olyan sebeket tudtunk ezzel begyógyítani, ami 2004. december 5-én felszakadt, és ennek látható jelei vannak, hiszen az embereknek, a gazdaságnak ahhoz, hogy fejlődni tudjon, hogy meg tudjon erősödni, ezeknek a szimbolikus jelentőségű dolgoknak igenis nagy jelentősége van, és a mai nap folyamán pedig egy akcióterv került bejelentése, ahol 29 pontban intézkedéseket sorolt fel a miniszterelnök úr, amit pedig a gazdaság újraindítását, struktúrák újra gondolását fogja jelenteni. Békés megyei képviselőként mit gondol, hogy melyek azok, amik az ön szűkebb hazájában fontosak? Én úgy gondolom, hogy ezek a bejelentések az egész országot érintik, az összes állampolgárt, így a Békés megyében élő embereket is. Nagyon pozitív döntések lesznek ezek. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen ki kell emelni azt, hogy a bankoknak adót kell majd fizetni, ami 200 milliárd forintos tételt jelentene. Szerintem az embereknek ez egy döntő fontosságú jelentőségű lépés, és nagyon fontosnak tartom még azt is, hogy az élelmiszereknél be fogunk vezetni egy második ellenőrzést, ami azt fogja eredményezni, hogy Nyugat-Európából azok az élelmiszerek, amik nem megfelelő minőségűek, nem fognak tudni minket elárasztani. Napokban volt Budapesten a Szeretlek Békés Megye programsorozat 4. állomása. Arra kérem, hogy pár szóban foglalja össze, hogy miért érdemes Békés megyébe látogatni. Sok ismerősünk van, aki el szokott látogatni a megyénkbe, Dunántúlról, az ország különböző részéből, és ott azt szokta tapasztalni elsősorban, hogy a Békés megyei emberek nagyon vendégszeretőek. Én is úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb értékünk, hogy vendégszeretőek vagyunk. Nagyon jó természeti adottságokkal rendelkezik ez a megye, gondolok a Körösök vidékére, amit feltétlenül ki kellene használnunk. Ilyen szempontból a turizmust mindenféleképpen erősíteni kellene. Nagyon jó ízek vannak Békés megyében, és erre, illetve a mezőgazdaság fejlesztésére kellene építenünk azt a kitörést, ami szerintem a Békés megyei embereknek egy előrelépést jelentett.